Whether it's sunsets or finish lines you're chasing, choose Tumbrel to get you there. Tumbrel RC's improved handling and modified controlled intake system provides you all the power you need, just when you need it. Tumbrel RC. Get in front of it. Sziasztok, én Sestrinski vagyok az Arándovers összefoglalóval. Az eheti műsor csont részét Josh Herman vezeti, a műsor elején pedig a Tumbrel reklámkészítő verseny győztes pályázatát láthattuk. Ebben az epizódban szó lesz az eszközoptimalizálásról, egy új hajóról, valamint Arcorp felszíni lebegő közlekedési rendszeréről. A játékfejlesztések nem csak csillogó látványos oldala van, néha a háttérben kell dolgozni azért, hogy növeljék a hatékonyságot. Nemrégiben találtak egy módot, amivel növelni tudják a teljesítményt minden karakternél, ami azt jelenti, hogy több karakter jelenhet meg egyszerre a képernyőnkön. A részletekről Forrás Stefán beszél. Tartottak egy szemináriumot Los Angelesben a művészeti tervezőknek, ahol átvették azokat a dolgokat, amik rontják és javítják a teljesítményt. Az egyik ilyen, ami rendkívül lényeges a tárgyak megjelenítése szempontjából, az a drókhoz, amivel számolni kell, hogy a legjobb teljesítményt érhessük el. A karakterek esetében használnak layer shadert és layer shadert. Utóbbi lényegében egy lista az anyagokról, textúrákról, hasonló a Photoshopban látott layerekhez. A layer blend shader az az, ami ezeket a layereket egymásra illeszti. Ez azért hasznos, mert a karakterek ezeket a shadereket együtt tudják kezelni, így egyetlen drókol kell ahelyett, hogy minden egyes layer külön drókol lenne, ami ruházattal együtt 10-15 is lehetne. Ez azért is fontos, hogy most foglalkozzanak ezzel, mert ahogy haladnak előre a fejlesztéssel, egyre több dolog készül el, és ha ezek már a kezdetben megfelelően működnek, akkor a végén kevesebb optimalizálásra lesz szükség. De térjünk át az új űrhajóra, amiről John Creve és Sarah McCulloch beszél részletesebben. Az Argo SRV egy kezdőszintű, egyszemélyes kutató és begyűjtő hajó, aminek elsődleges képessége a vonósugár használata. A vonósugár más hajókon is feltűnt már, mint kisegítő eszköz, de ez a hajó lesz az első, ami kifejezetten e köré a képesség köré épül. A hajó használata során szükség lesz az együttműködésre, akár játékosokkal, akár NPC-kkel, akiknek be kell vontatni a hajójukat, erre pedig küldetések is épülnek majd, így mindig tudunk majd vele mit csinálni. A hajó tervezése során a fő szempont az volt, hogy a vonósugár sokoldalúan rugalmasan felhasználható legyen. A vonósugár egy nagyon energiaigényes eszköz lesz, és a hatékonyság nagyban függ majd a hajók tömegétől, amit befolyásol majd az, hogy mennyire vannak megpakolva, de egy SRV alapvetően egy Cutlass méretű hajót tud elvontatni gond nélkül, és a megpakoltságtól függően talán egy Constellation-nel is megbirkózhat. Ha több SRV összeáll, akkor nagyobb hajókat is el tudnak vontatni. A vonósugarat kezelő karnál az volt a cél, hogy erőteljesnek tűnjön, mégis képes legyen a lehető legtöbb irányba fordulni, valamint ehhez megfelelő hely is rendelkezésre álljon. A közlekedési hírekről hallgassuk meg Suzy Novát. Végül pedig következzen Arcorp bolygó felszíni közlekedése, amiről Daniel Harris mond nekünk részleteket. Ő személyesen is részt vett a forgalom tesztelésében, ami egyelőre kezdeti szakaszban van. Ez egy egyszerű textúrákkal és geometriával kialakított, alacsony szintű forgalom, de nagyon sokat fog adni a városhoz, ami önmagában mozdulatlan, azonban ezen nyüzsgő, mozgalmas helyszínné változik, amit a város felett repülve megfigyelhetünk. Ez segít, hogy olyan érzésünk legyen, mintha egy igazi város lenne alattunk. A megvalósítás nem bonyolult, de hatásos, mivel van egy egyszerű textúrájuk, ami egy meghatározott útvonalon végigkúszik, amivel lehetőség van utak kialakítására a városban. A magasságokkal, fényekkel is tudnak játszani, különböző hatásokat érve el. A forgalom az űrből valószínűleg nem lesz látható, csak alacsonyabb magasságból, de segít majd abban, hogy élethű, valóságosnak tűnő város rajzolódjon ki a szemünk előtt. Köszönjük, Suzy! Ezzel véget is ért műsorunk a mai napra, találkozunk jövő héten!